Bár ez a lehetőség kimaradt, a Móri csapat már az első félidőben eldöntötte a Fejér megyei Magyar Kupa idei kiírásának döntőjét. A fehérmezes gárda már a finálé 3. percében vezetés szerzett az ABA ellen. Ezt követően újabb 3 találattal gyakorlatilag eldöntötték a mérkőzést, ezzel együtt pedig a Fejér megyei Magyar Kupa sorsát. Ami tőlünk tellett, azt igazából megtettük. Meglátszik, hogy azért egy osztálya feljebb játszik a Mór. Heti 4 edzésük van nekünk, azért heti 2, és az sem mindig teljes létszámmal. Inkább azt mondom, hogy cserék, akik többet jönnek edzésre, inkább velük vagyunk kiegészülve, nem a kezdőjátékosokkal. Nyertünk 4-0-ra, csak a most oké, hogy győzelem, csak a második fél időben még rúghattunk volna 5-6-ot, és ezt, amit előbb ecseteltem, hogy ez probléma. Miért nem lehet 4-re rárugni 5-öt, 6-ot, 7-et, 8-at, és nem megállni, ha már egyszer eljöttünk Dunaújvárosba. Az érmeket, valamint a győztesnek járó serleget Varga Gábor, valamint Galambos Dénes országgyűlési képviselők adták át. Én azt gondolom, hogy a Fejér megye labdarúgó szövetségevel óriási gesztus gyakorol a kis csapatok felé, megköszönve persze a házigazdáknak is, hogy fogadtak bennünket itt ebben a nagyszerű létesítménybe, és a Fejér megye labdarúgó szövetségnek is, hogy kihozza ide vidékre. Azt gondolom, hogy ez a Magyar Kupa megyei döntője mai rendezvény pedig kiváló hírverése annak is, hogy a megye többi településén és itt, akik részt vettek a mai döntőben, Mór, Aba, Pátka és Szabadegyháza, megyei első és másodosztályban is kiváló csapatok vannak, és azt hiszem, hogy ezek a csapatok azok, amelyek a megye utánpótlását és bízom, hogy Dunaújvárosnak az élvonalbeli utánpótlásában is szerepet játszhatnak. A Fejér megyei Magyar Kupa döntőjét a Mór együttese nyerte. Második helyen az Aba, míg a harmadikon a Szabadegyháza végzett, 11-esekkel legyőzve a Pátkát.